műtét során valamilyen gyomor-bél szakasszal történik tulajdonképpen a húgyhólyag megnagyobbítása vagy pótlása. Ez így elmondva nagyon egyszerű, azonban ez önmagában egy olyan kezelés, amit a kezelési sor mindig végén végzünk. Tehát előtte nagyon sok más egyéb próbálkozás is van, hogy a betegek vizelettartó, tároló képessége megmaradjon vagy létrejöjjön. Ha műtétre kerül sor, egy ilyen nagy műtétre, az mindig egy kényszerhelyzet, egy végső megoldás tulajdonképpen, hiszen egy ilyen műtéttel egy visszafordíthatatlan helyzetet hozunk létre. Ráadásul a műtétet követően nagyon sok szövődmény az, amivel számolni kell, kőképződés, nyálképződés, illetve például rossz indulatú daganatok megjelenése. Úgyhogy ez az a terület, ami most jelen pillanatban minket a legjobban izgat, hiszen egy ilyen műtétet követően egy életre szóló változást hozunk létre. Éppen ezért a betegeket is hosszan nyomon kell követni. Az egész daganat képződés, daganat kialakulásának az egész patomechanizmusát, tehát az egész folyamatot próbáljuk tanulmányozni. Ma már molekuláris markerokat keresünk ezen betegségek létrejötténél. Nagyon fontos ma már, hogy a kutatás szabályait megfelelő módon tartsuk be, és hogyha ezeket követjük, akkor azt hiszem, hogy el fogjuk érni célunkat, bármilyen kérdéskört tanulmányozunk.